külön nagy öröm számunkra, hogy most már nem csak az országon belül, hanem nemzetközivé vált a torna. Osztrák, illetve orosz versenyzők is színesítik a mezőnyt. És hogy miről is szól ez a VIX torna? Rendes röplabda szabályok szerint zajlanak a mérkőzések, tehát 6 fővel. Annyi az érdekessége, hogy a 6 fő az 3 férfi, 3 női résztvevőből áll. Ezért is mix a tornának a megnevezés, tehát a vegyes röplabdáról szól a dolog. Elég erős mezőny jött össze, mai nap is. Jelen pillanatban elődöntők zajlanak éppen. A mixtorna létrehozásakor alapvető elgondolásunk vagy célunk az volt, hogy az amatőr csapatoknak biztosítsunk egy jó kis játék lehetőséget. Ez most a 17 év alatt már annyira nőtte ki magát, hogy mondhatni, hogy az amatőr csapatok közül a legnívósabb, legerősebb csapatokkal igyekeznek kiállni, mind a régióban, mind az ország szerte. Nagyon, nagyon éles meccsek zajlanak, tényleg ilyen egy-két pontok döntenek. A csapat, két csoportra osztottuk a résztvevőket, a két csoport második, harmadik helyezettjé jutnak tovább, akik harmadik, illetve egyik, ötödik helyezettként végzettek, ők pedig a úgynevezett elnöki kupába játszhatnak tovább. Tehát van egy úgynevezett alsó és felső ház, kupákkal, érmekkel díjazzuk a nyerteseket. Garai Dénesnek fontos a röplabda, mivel csapatépítő szerepe van, illetve a tagok között szorosabb kapcsolat alakul ki a versenyek során. Ezt a sportot nagyon szeretem. Fegyelmezettség az nagyon fontos, meg a koncentráció. És igazából én így ennyi lettem. Ricsi bácsi az edzőm, körülbelül 9 éve kezdtem el nála, és akkor most ilyen visszatérő vagyok. Hát, hogy jól érezzük magunkat, az a legelső. A szurkolás az is nagyon jó. Meg hát, az a lényeg. Nyerni még egyet azért csak-csak szeretnék. És igazából én ennyit várok a mai naptól. Itt Dombóváron, ha jól emlékszem, most negyedjére vagyok már itt. És eddig mindig nagyon jó mérkőzések voltak, nagyon szoros meccsek. Nagyon régóta, 13 éve talán először élsportba kezdtem, azóta én már abba hagytam, viszont így hobbi szinten még játszom. Számomra a csapat összetartás, hogy meglegyen a szimbiózis egymás között, jól érezzük magunkat a pályán, természetesen azért hajtsunk a győzelem felé, de nyilván az egy ilyen biztosan, hogy jól érezzük magunkat. Én jelenleg most vagyok itt először, a csapatom többi tagja már volt többször, nekem ez az első. Mi most csoportelsők lettünk, kikaptunk egyszer a csoportunkba, de hál' Isten körbeverés által jól jöttünk ki, és most az elődöntőre várunk. Az elején kicsit hullámvölgyben voltunk, de jelenleg én úgy érzem, hogy felfele tartunk, és én a legjobbakat várom el a csapattól. A végeredményről a meccspontok aránya döntött, ebből a Rozatom csapata került ki győztesen, így ők nyerték el harmadjára is az elnöki kupát. A második helyet a Pipi Joe szerezte meg, a Jopote pedig a harmadik lett.